Hol a kutyusom? Valamit hoztam nekem. Nyami, nyami. Kolbi, Kolbi. Mi van? Nyami, nyami? Haló. Bazsi. Nem eszel? Hát de miért nem eszel? Történelem 5-ös, történelem 5-ös. Francia 5-ös, rajz 5-ös. A rajzból jó, hogy? Te rosszabbat 5-ös? Ja, jó, van már, van 2-esen is énekből. Ha egy énekszakon végezt és egy 1-esed van énekből. Meg 2-esen. Hát szégyeld el magadot. Apa ad énekes. Most egyeset van, csaj, énekből. Mondom a tarant, apa, minek is adja a mas. Na, adott valaki a kutyusnak enni? Én nem adtam, nem is ott a gyerekek, vittem ki neki a kolbászt, nem ette meg. De ebben ahhoz, ez nem tudom. Biztos diéta az. Ez annyit eszik, amennyit eléraksz. Hát ez nonsens, hogy most nem eszik. Jó, hogy a nagyma a győző. Hát ez olyan nagy, nem bírtam át. Gyerekek, december 6-án lesz 3 éves. Mennyi? 3, most utána. Nem 2? Nem. Várja, 1 éves volt, várja. Ma 3 éves lett. Most gyerekek, olyan szép, tiszta nap. Olyan, mint egy nagy felnőtt. Nem lehet, hogy ma megérett neki a dolog. 3 éves lesz december 6-án. Hozzunk neki egy lant, egy tarsat, hozz hagyjon, amit akar. Nézd meg a mostani fiatalokot, addig nem nyugszolak, még nem mennek el parzani. Hát nézd meg! Lehet. Hát a kutya abban is benne van. Hát, hogy örülne ő is. Na, ma 13-14 éves lányok ma mennek a diszkóba. Na, mit fújtatom? Most akkor bevisszük a kutyát. Hozzunk a Bazsinak kizét, azt fedd legyen nadlegény, nyavagyássuk fel, azt lesz, hogy átlegyen. Szerintem neki nadlegény. Elsőre fog sikerülni? Miért ne sikerülni? A kis ügyetlen a kutya. Ki? A kutya miért ügyetlen? Jó van majd. Jó, most el, amikor van ez a téli idő, mindig elcsúszik. Hát de jó van ma. Amikor esős idő van, leesik a lépcső. Jó van ma. Ne nézd be a kutyát nekem, béna. Már most is a szőrében van, nagy izé van. Jó van ma. Hát meg kicsi volt a kutya. Adja a csókot anyunak. Nem is nő van. Na azért is bebizonyítja a Bazsi, hogy meg tudja csinálni. És lesz kis kutya. Lesz bizony 10 darab. Később jönnek, hogy aludni akarom. Nem, te már győző, azonnal hallgattasd el őket, nem akarom ezt hallani. Nem akarok még fel. Később jöttek, a gyereket még alszonak. Erről van, csak valaki ezt meg kell csinálni. Azt mondtam, hogy délután elég betenni az ajtót. Meghoztatok az anyagokat is? Megvan minden. Na nézzük meg akkor, hogy mit hoztatok. A falnak tükörsimának kell lenni. Ha nem lesz tükörsima a fal, nem tudom, hogy mit csinálok. Az egésznek tükörnek kell lenni. Ez az oldal. Mário, neked mondom. Mert látom, te vagy az értelmes. Ez az oldal fullba tapétalva lesz. Így. Ez tapéta. A két szélső oszlopot betapétázzuk. Stint, élire tapétázzuk a két oszlopot. Megvan? Meg. A mennyezet marad hófehérre, és letapétázzuk az ajtót is. Stint? Rendben. Na jó van. Az ajtó egy órán belül be legyen állítva. Akkor most zörögjek, akkor ne zörögjek. Zörögjék, úgy csassz, amit te akarsz. Nektek nincsen olyan, nem tudtál volna később jönni? Győzi, adjál minket dolgozni. Jó. Jó. Aztán majd, hogyha azt mondjuk, hogy annyi, akkor gyere aztán. Na, csinálja a tón. Hát egy győző! De meg mindjárt nem mehetja, akkor most már nehezen izéljünk ma. De most ezt nem mondod komolyan, hogy hétvégén nem lehet aludni. Hát de Béla, már el kell készülni a szalonnak, hát most két nap múlva mennek készen kell lenni. Milyen szalon? Hulla vagyok. Hallom? Ez az, amit nem hiszek el. Kelljetek, csinálj a reggelit akkor. Csinálj a reggelit! Örülök, hogy élek!
Na, adj a mit, te kislányom. Mindjárt abba hagyja a bácsi, jó? Mindjárt abba hagyja a bácsi, akkor ezt kell hallgatni egész nap? A szalom miatt? Ezt kell hallgatni? Mert mondtam, hogy két napos itt minden rend lesz, tisztasabb, csend lesz. Nem akarok ilyen zajba itt izéni. Na, mert lehet, hogy megfajdul a ma reggel. Na, mert a fejemben fajas, ha egész nap fajni fog a fejem, hát én ebben nem. Menj a sisi neked tojás, mert főzi te a... Látod, hogy itt vagyok, nem? Ne legyél ilyen, Morci, mert én is az vagyok. És ha ketten vagyunk, Morci... Jó, annak többen legyél ma. És mi van néved majd is reggelről? Na mondjad. Azé, ami én, azé. Írjatok meg ezt a két napot. Na, tiszta ideg vagy. A tiszta ideg vagy, nem erről volt szó. Na. Miről volt szó? Tudtátok, hogy egy felújít a zajjal, meg piszokkal, meg mocsokkaljal? Ki lesz takarítva? Ne izguljatok, ma két nap múlva minden ragyogni fog. Mindenki ideges. Mindenki ideg. Aj, hogy neked jó kedved van még ilyen zajba is. Na, jó. Ebben itt a segítség manyukadnak. Mit segítsek én? De nagyon jó, akkor tegyél ma fel, tea, főzzél ma. Na, nem tudom, tehát főzni. Ma van, mindenki be van zakka. De miért te tea, Tinna? Így a kakaót, az van itthon. Viszla, nem borodik ma magam. Na jó, van, gyertek reggeli lányok. Igen. Mert mindenki el... Reggel után menjünk ma állni forró. Hova akarsz menni? Én el akarok menni vásárolni. Miből vásárolsz? Igen. Én a tévében láttam ilyen ugrálós. Te mit látta a tévében? Ilyen ugrálós játék. Jó, akkor ugraljam még érte, vagy öt napig. Na hát akkor itt mindenki a tévébe lát minden. Na, akkor ugraljatok. Most kell elmenni, mikor a rendben. Tudod, ma semmi. Egy ugráló. Egy ugráló. Ez az ugrálós játék mennyibe kerülsz? Ez most nem olcsó. Sonka nincsen, vagy valami baj, vagy valami? Nézzük, te annyira kiszolgáltatod magad, tipikus cika. Ja. Mi baj ott van? Semmi! Kell valakinek paprika? Még ilyen rossz tojás. Te neked minden rossz. Akkor ne egyél. Na, akkor tedd ki a pénzt, majd elmehet a gyerekekkel vásárolni. Ha rossz a tojás, tedd ki a pénzt. Ide. Nem szerelmes a házi, azt mondja, minden sótlan. Anya, akkor kell folyagítom. Mindkiknek só. Én nehogy leüljek véletlenül. Baj, hol? És ezt kitalálta ki ezt a vásárlást? Kitalálta ki azt, hogy most fúrjunk, faragjunk. Na, ugyanazt találta ki a vásárlást is. Apa, nem mondja. Veszed azt a játékot. Milyen játékot? Mondtam! Apa, nem megveszed? Húmatok meg, apa! Mit az ég vagy, ami semmit? Elment a kaposhoz alól az utolsó pénzünk, nincsen játék. Apa, sajnálom. Nem kell semmi, hagyjatok meg, hogy békén, vásárlás. Na, mit akarsz? Most egy egészséges bevásárlás, nehogy van felháborítson téged ennyire, ez nem gagyi. Veszünk csirkét, veszünk egy kis joghurtot, egy kis tejfölt, meg egy kis játékot a gyereknek, az jövünk haza, ennyi. Vedd már meg a játékot. Úgy gönyörögteti azt a lányt. Ne nézd, Nira, milyen szépen, nem tudnak nemet mondani neked. Gyere, hoztam kutyát. Hát tudod, mondtad, hogy hozzak? Mondom. A Bazsinak. Megnézzem. Mi legyen? Vagy így akarod megnézni? Ha mondtad, hogy... Jaj. Ez harap? Hát én honnan tudjam? Na most mi lesz? Kivesszük vagy nem? Á, nem, hazavisztünk, de csak vedd ki. Na, hello, Donna, gyere. Jaj, de sukat. Jaj, de sukat. Donnácska! Jól van, ügyes. Jelenged, Zoli! Ügyes, jaj, de szép! De csikaj, Mori! Azt mondtosztunk neked! Beengedsz-e minket, Mori! Legyetek boldogok! Na! Akkor átadjuk a menyasszon! Sok boldogságot, Bazsika! Picsak! No, Bazsika! Bazsi! Na, csinálom valamit, hello! Hát ezért hoztam el! Bazsi, gyere ma ide!
Én nem. Ha nem akar be, gyere ma aki. Most én segítsek. Én rám hallgat, majd én mindjárt megmondom neki, hogy mi a tényállásom. Ha most mutatja neki a terepet, hogy ez az én házam, itt lakok, gyere nézd részét. Hát, hagyítani. Nem így van. Hát de most, hogyha felhozod a szeretődöt, akkor nem megmutatod, ez itt valami gyaraugrasz, hát ez nálad a nő. Mutogassak a szeretőmnek. Hát nem a szerszámot mindjárt, hanem csak, hogy ez itt a házam, ez a szeretőmnek nem az kell, hogy ház meg kizé. Hát akkor a pénzedet mutatod? A pénz meg a szerszámos cső. Aha, értem. Hát akkor adjatok Bazsinak egy 20 ezerest, azt akkor hagyj intézzel a dolgait. Vagy a nőstény kutyának kéne pénz. Hát de most én megmutatja neki körbe-körbe. Mondom, ezek elmennek hátra, úgy, hogy ne lássa senki. Hányi megmutatja, tetszik a nőnek a helyzet, hogy ez itt jó, ez gazdag kutya, akkor megvan. Hidd el. Sehol semmi, more. Nagyja a mondtalan kutya, jól mondta Evelina. Eredjé, ma lenne 50 kiló hús, már én megjönni, gyere de Bazsié. Vagy fiatal a kutya, vagy nagyon nyomorult. Adjuk szerintem. Adjuk őket magukra, gyere be Zoli. Szerintem ki kell, hogy pihenje magát a izé, a Bazsi. Gyere. Ha meg, hát jönnek be, ők is ha meg nem jönnek be egymásnak, akkor este visszaviszed Zoli. Addig hagyj próbálkozzon. Ablakból figyelgetjük. Majd figyelgetjük. Gyere, Bazsi, Donna, gyűrű, Mumuli, ne legyen gyakorlatilag a nézél. Eredj ma oda, csináld meg őt. Na, szevasz. Nem ilyen tiszta ez a kocsi neked, Zoli. Jaj, vehetném a kocsit neked. Jó, Zoli, hát ide na. Kész életveszélybe ülni. Mi életveszélybe ülni? Tűnj, gyerekek. Mit vettem? Illatosító? Jó, a WC-be illatosító faszom. Na, kíváncsi vagyok rá, hogy mit találtak. Zoli, ezt honnan vetted? Ez melyik elmélet, hogy most elviszük a kutyát futni, az jobb lesz? Hát ez nem elmélet, ez gondolat. Zoli, te nem jössz, gyere! Gyere, ha kitaláltad, gyere! Kutyafáját kellett ezt kitalálni. Gyere, basás! Gyere, ez az emel! Kondiba leszel, Bazsi! Gyere, kondiba leszel! Ez az, futás! Ez az, nagyon jó! Ennek van sikerülnie kell szerintem. Hát, a kondiba van. Az nem olyan biztos, a kondi az oké, az rendben van. Te mondtad már, hogy jöjjünk futni, nem de, olyan nem, biztos. De hogy mondtam neked? Ha ma nem, akkor holnap. Ha holnap után nem. Akkor jövő hónapban. Ha jövő hónapban, nem már jövőre. Hát ez nem így, hogy alapok a... Beszézző üdeket. Mint nálunk, hogy izé, gyerünk, az kész. Kíváncsi vagyok. Összeengedjük őket, azt majd meglássuk, hogy mi lesz. Ősek ezek, én nem is értem. Mit rajzolsz ma akkora reggel? Tervezem a kopikot. Kopikot nem kérek be, mondtam, hogy fogyókúra azok, kakaót meg főleg nem kérek. Semmit nem kérek. Végül is kérek. Nem kérek. Figyelj be! Tudom, hogy téged nem érdekel. Tudom, hogy kizártad az életedbe. Tudom, hogy... Én is ilyenbe szeretnék meghalni, pedig ugyanez. Vagy a fasza. Na figyelj ide, vannak olyan elképzeléseim, amit szeretnék megvalósítani. Például neked pompás lennék hoztam. Figyelj ide, mit szólna egy olyanhoz? Tudom, hogy nem érdekel, meg kizártad, hogy zebracsíkos koporsó, de nem zebracsíkos, hanem ez a nagyon vékony, milliméteres csíkozás, de maga... Most a hang, én vagyok hülye, hogy erős ez. A semmit nem erős, csili paprika van benne. Most én beszélek a koporsóról, te meg az erős paprikáról. Az erős paprika meg a koporsó miköze van egymáshoz? Mind a kettő a sírba visz. Maga a falnak az erezetét, amit kiad, amikor a csíkokot használnom fel. Így ahogy van, visszaviszem a zöldségesben, mert nem erős. És arra gondoltam, Beus, hogy minden koporsónak a nem a fej részében, hova a... Tudod mennyi a paprikának kilója? Na, be az egészet háromszor lefújott nem lakkal, lakkos. Te ma bele a nyelved, Léci. De csak egy kicsit. Hogy erőse. De nem teszem bele. Lefújhatnám háromszor lakkal. Sziasztok! Hello, Zoli! Csáó, gyere, foglalj helyet, Zoli! Mi a feladat, főnök? Hova megyünk? Hú, ma nem tudom, de ettől van egy ilyen feladatunk is. Van paprika is, ami nem erős, mondja az Zoli. Mi? Ebben erős van? Nem, abban a kaliforniai paprika van, de hozott neked olyat. Jaj, Istenem.
Figyelj ma, Zoli, segíts már nekem abban, légy szíves. Erős szerinted? De nézd már meg, Zoli. Ha? Ha. Hát mondjam már, hogy most mit csinálunk. Vissza kell vinni a nagyon rúzőcségesünkhöz. De ide figyeljetek majd. Na, következőre gondoltam, Zoli, szerinted mit szólna ahhoz? Terveztem így agyamban, meg egész este nem tudtam aludni, forgolottam. Na, meg ma. Zoli, arra gondoltam, és egyszeres figyelj rá. Mondja a főnök. Arra gondoltam, hogy van a koporsó. Igen. Van neki két része, van a fekvő rész, meg van a fedél rész. És akkor arra gondoltam, hogy tudod, van a falnak az erezete. Baja! Jó, ez erős! Erős! Hát te melyiket eszed, Zoli? Az ölde! Hozzak valamit inni? Szerinted, hogyha csinálnak egy ilyen koporsót, mi lenne ennek a neve? Hogy neveznéd? Mi lenne? Indulás a mennybe. Mare, ti tiszta betegek vagytok, te is meg a feleség. Hát már koporsó, akkor olyat kell izélni, ami kapcsolódó vele. Indulás a mennybe. Valamit koporsó, valami olyasmi, amiből, hogyha valaki kimondja, akkor lehet, hogy kétértelmű a szó, de azért tudod. De tudjon belőle következtetni. Aha, hogy most ez arról szó. Felvettem a függönyt, mit csinálunk? Ülj le, gyere kicsim, segíts nekünk. Kérdezz anyom, te is? Kérek. Köszi. Ülj le. Figyelj ma, Agika, szerinted egy koporsóhoz mi illene, mint név? A maga a szalonhoz is meg a... Bele olyan paprikát, ami erős, de nem erős? Erős paprikáról beszél. Nem. Erős. Legyen a neve villan. Micsoda? De miért pont villan? Gyorsan meghálunk, mint a villan. Igen? Ha. Igen. Ha vagy nem jó. Csak olyan gyorsan eljutunk oda, aki meghalt, mint a villan. Egyetek, látjatok, jó? Foglalkozzatok az erős paprikával. Nem, mondtam, az gyere, üljél le ide melléjük be, az foglalkozzatok azzal, hogy milyen a paprika, hogy honnan van, meg hogy erőse. Egyétek az erős paprikátokat. Te szalonod! Békén! Bocsi, nincs közben! Hagyjatok engem békén! Egyetek nyugodtan, Zolika, repitalszatsz is még, repitalszal még, jó? Na, legyek magadnak, szervusztok! Mindenki okos, villa! Hát én most csak mondtam neki, jó? Most azért még egyetünk fel kapnyáltat. Mondtunk, hogy hat nevet, és jó volt, a kecső tetszett neki. Hát én nem tudom. Igye a kólalt, az elveszi a paprikának az elejét. Soha nem szoktam magamnak segíteni. Nem vettem meg a társadalmat. Nem vettem meg a társadalmat. Nem vettem meg a társadalmat. És biztos, hogy... Köszönöm! Ti voltatok a vécén fölött? Na. Akik eltakarítod, anyukam. Mert? Mert nem én voltam. Azért. Akika, el kéne takarítani a szart onnan, mert büdös van. Miért takarítom én az ő szarjukat? Mondjad ma, mi? Nekem kell eltakarítani a kula. Ne jó, hogy van takarító nő. Ne jó, hogy van. De ne jön a szabad, hogy magyarasztó! Magyarasztó! Tök jó a ruhám, de vicces vagy! Tök jó a ruha! Mindenki menjen magának, hogy kávizza, amely menjünk magának! Vannak zaj van, Agika, nem tudom, van-e fejfájás csillapító. Na jó. Agika, amit mindent tegyél takra, szépen felpocsítottak, mert feljött a por, minden tiszta por. Nekünk muszáj elmennünk. Mire hazajössünk, addig egy fönn legyék kész meg az emeletem, mert utána lent a pincét is sportolanítjuk. Jó van. Másra nincs is, most pacsiunk, csak shoppingoljunk. Paprika van otthon. Kóki van otthon. Balzsa megszed van otthon. Gyerekek!
Ne bázsamecitezzünk ma, a munkások ott vannak, a szalon nem halad, menjünk ma. Meg van magad takarékra. Jó, hogy én vegyem magam takarékra. Pici. Pici. Túl vagy pörögve. De én vagyok túl pörögve, az ebra. Meg szalon. Natúrjoghurtot nézzél még. Nézzétek, majd mentem ki a kocsiba, nem foglalkozok itt veletek én. Na, hát persze végig jövünk ugyanarra a sorra. Hát mert nem jó vasárolni. Most a kisvárolni. Mész arra, a marmadik megy arra. A kosár mindig nálam van, mindenki elviszi. Jó, hogy a szeretem ezt. Gyerünk ma! Most ezt a papucsot kivette magának. Gyerünk ma a gyerekek, mert de, mamma, te engemet a sírba teszel. Arra mennyi ma, ja? Na. Haj, a csoki nem kell, az kell. De én vettem magamnak. De nem, csoki van otthon egy csomó. Hol? Én nem találtam egy grammot csokolát. A sütőben már el van rakva. A sütőben mióta tartottam? Majd én tudom mióta. Na, lehet a vuna eltakarítani. Ilyen gyorsan felmosta. Felmosta. Hát ilyen gyors, hogy lehet felmosni? Felmosta, miért? Hogy lehet öppen, mi öppen se volt benne? Légy éves így csak ma a felfival, tényleg ma ilyen. Jaj, ez az ember. Hát le kell fertőtleníteni a WC-t, rendesen mindennel le kell fertőtleníteni. Hát nem azt mondtam, hogy csak moskőbe, le kell fertőtleníteni. Látod, hogy mossák fel. Hát ki kell az egészet, ki kell hipózni az egészet. Hát légy éves így csak ma a fél. Jó, akkor már kihipózod. Nem is tettél egyszer a víz vízbe. De tettem. Na így, ezért rendesen ki kell takarítani, a csempét le kell törölni, mert ki tudom, milyen baktérium van még itt. Baktérium. Na. Ágyadban van, feleségi, azt lehet a. Jaj, gyereké. Gyereké. Te ne alja majd tevelünk, ne hozzam, amíg jobban rangszínt vagy. Menjetek ma a kis étaljatok. Mit csináljak ki? Hát ki kell szellőztetni normálisan. Na. Na. Virág. Menjetek ma, mert még a végén valami betegségért kaptam. Virág, gyere vacsora! Gyere! Olyan szépen, nézd csak be! Saláta. Saláta. Nekem nem kell krumplipüri, nekem csak saláta kell, meg hal. Virág, levest kész van az is. Egyen meg a halott, aki szeretni. Még a salátát is utálni. Akkor mit szeretsz? Hozzunk neked ide az égből el, étteremből. Rántott hús. Mindig rántott hús teszik. Ilyet még mióta anyával együtt vagyok, nem csinált nekem soha. Ez egy új faj. Ez ilyen bio? Dehogy bio. Mi ez be? Cukorborsó, de nagyon jól néz ki. Nektek minden csúnya, üljetek ma a lért. Majd szépen eszünk. De nem lehetne megvarni minket? Szépen. Jó étvágyat. Erre a cukorborsóra nagyon kíváncsi egyébként. Nem olyan kíváncsi. Nem jó? Itt a saláta. Ja, én még se kóstoltatok, de ma nem olyan kíváncsi. Mert megkóstoltam! Akkor ez itt mi? Ez csak a héja, vagy van benne borsó is? Hát, inkább a héja. Jó étvágyat. Inkább mosról szeretnék. Utálom a halát, utálom a salátát, utálom a bőrt. Hát pedig virág, finom a hal. Nagyon finom. Nem finom. Esküszöm. Nem finom. Utálom a kaját. Utálod a kaját. Rendelj majd egy pizza. Rendelj egy pizza? Nem. Sonkása? Nem. Nem tartok ki velem a k***ba. Öljed be ma abba. Most anyag lemegy a mélyhűtőbe, kivesz csirke mellett. De ha nem eszed meg. Nem mondtam neki. Ha nem eszed meg. Most már ment le. Már nem ment a hűtőbe, veszik ki a csirke mellett. De a csirke mellett nem eszel, ráugrok. Szó szerint. Majd meglátom. De nem kell ma. Ha nem kell? Na csinálj neki, de belé, addig nem állom. De nem kell ma. Csönd. De nem kell. Ha meglátom. De nem kell. Amikor meg van terítve. Nem, nem, nem.
Akkor állandóan ezt van. De ő semmit sem szeret, ez mégis olyan, mint a nagy darazsa. Ez a legigazságosabb. Vajadnak még neki vagy hattalsos játékot, hat vagyok kislány lesz. Látod, elrontottad mindenkinek a vacsoráját. Mindenkinek elrontottad, de igaz virág. Anyát leküldted a mélyütőbe, az asztalon landol a burgonyapüré, a helyen... Nahol, nahol? Ott. Még nálam is. Nem is küldtem le őt. Ki mondta neki? Nehem, a trotyog neked a csirkemre. Na ki mondta neki, hogy jöjjön le? Na, inkább megyek. Szia. Ennek te. Ennek te. Na, sütöm a hús. Jó kislány, te kis kedvenced. Ő nem eszi meg a halat. Mi bajom van a halnak? Hát még a húzgét nem megettem, ma most nem eszi meg? Olyan, mint te, ugyanolyan, mint te, ugyanolyan hülye, mint te. Ezek magam meg ilyen balokra, nem bolondítom magamot. Isteni a halgyereket. Nem hiszem el, hogy a törpe nem éhes, hallod. Egész nap el van a tévé előtt. Ki kéne köttetni a tévé? Lehet, hogy az kéne. Nem gyerekek, a tévé az butit. Hát, nem szabadna. Olyan, nem kell. Nem finom. Mi? Hát én nézem a szépen. Köszönöm szépen. Na, én megeszem a nem finom. Elkértem a csokis tányét. Megvan még. Kidobtátok? Nem, a maradéka megvan még. Nem ilyen maradék. Én nem ettem belőle. Na, hozz berek, azt mondd el neki. Mi történt ma megint? Mindig történik valami. Itt mindig. Na. Hol van ez a sok csokra? Mi van ez? Hát, ez van. Hát mi ezek a felpontos dolgok itt te? Ágnes. Mi ez? Ebből is ez? Jelszó Ágnes. Ez ilyen. Hát mondjad már! Nem energiatakarékos. Hát ez az izére a legrosszabb csokikot hagyta. De csácsik, az olcsó csokikot ott hagyta. Hát mind itt van, várja, ilyen olcsó 60 forintos csokik. A kukikot, mi az a 21-t ott hagyta? Ne fésem, tudja ő, hogy mit ődött. Így, hát ez ki eszi ma meg el talna? Hát dobja ki inkább. Felelősségre vontátok, hogy megette a csokiknak a 3/4-ét? Több, mint a 3/4. Elmennék egy új munkahelyre, azt megenném a gyerekektől. Az 500 csokit, 2 tábla csokit hagynék itt te. 2 tábla csokit. A többi helyén felbontott, beleharapgató. Volt csöcsö rétős? Ó, nagyon jó. Tényleg a hajamat. Te fülök ki, igen. Ezért? Én nem hívtad fel édesapádot? Ezzel voltunk felfoglalva, hogy ezt megcsináljuk. Hát azért nem kis dolog volt ott megcsinálni. Tiszta izé voltam, piros. Na, hello. Ez mind a te hibad. Nem hagyta nevelni. Ne nézzél. Most is levegőt nem vettél. Mondtam. Tudod a divatot, én meg ehelyik vagyok, le vagyok lakva, leélté. Pizsamalba vagyok, szana szétfeljel. Én éltelek le. Hát akkor ki? Akkor minek van kitalom a konditerem? Gyere, járja. Légy, csuker. De neked, ha visszaküldeni anyámhoz, anyám egy csomó amortizációs költséget hajthatna be rajta, tudod? Leamortizálta!